Az utak rossz állapotát, valamint a Keskeny utca csapadékvíz elvezetési gondjait tartja a kettes körzet legnagyobb problémáinak Magyarné Nagy Edina. A Néppárt.hu aspiránsának céljai között a Dunapart kínálta lehetőségek nagyobb kiaknázása is szerepel. Én akkor, amikor eldöntöttem, hogy elindulok, illetve felkérést kaptam, akkor Paks utcáit már úgy jártam, hogy hol vannak hibák, beszélgettem az emberekkel, és én alpolgármester asszonytól megkérdeztem, hogy reálisak-e azok a felújítások, amiket én kívánok elérni. Ő elmondta, hogy mi van tervezés alatt, mi van, aminek már megvan a terve, amire már kivitelezőket keresnek, úgyhogy olyan programmal álltunk elő, ami megvalósítható. Illetve továbbra is aktív szerepet vállal a humánpolitika területén, tette hozzá a jelölt. Többek között ezekről a tervekről esett szó a kettes számú választókerület aspiránsának lakossági fórumán, ahol Süli János polgármester jelölt szintén kiemelt egy-két jelentősebb problémát a körzetre vonatkozóan. Gondok vannak azzal, hogyha víz, tehát ha zápor eső esik ennek a kérdését, hogy rendezzük mindenkinek, hogy a legfontosabb a saját ingatlana. Még mindig van veszélyeztetett rész, a pályárok általi vízelvezetés. Ezt azt gondoljuk lehető legrövidebb idő alatt megoldjuk. Itt az STK épület volt, STK felújítása, de folytatva a városközpont, a önkormányzati épület, a hagyományos utcák állapotát. Tehát ugyanazok a gondok, mint máshol, csak kifejezetten a központra jellemzően. Ahogy a Süli János elmondta, céljuk egy élhetőbb városrész kialakítása. A polgármester jelölt azt is kihangsúlyozta, fontosnak tartják a csapatukon belül, hogy támogassák egymást és tisztálássák az összes körzet problémáját, mivel minden paksi polgárt képviselni szeretnének.